Jó reggelt. Jó reggelt kívánom. Jó. Szerintem megpróbáltam felprovózni egy kicsit a születésnapodat. Oszkáron segít, ahol tudod vinni. Ez nagyon jó. Előre beírtak vagy 6 helyre a szerkesztőink. A születésnap ez jó dolog egyébként, de nagyon szeretem. És elég hosszasan szoktam ünnepelni ráadásul. Mármint úgy, hogy van egy before party, tehát egy előparty, igen. Mondjuk egy 5-6 nappal előtte elindul. Meg egy 2 hétig az after, igen. Születésnapban hiszek, ez egy fontos dolog. Az egy jó kis. A korodat elárulod, vagy az ilyen titok? 35 leszek most, úgyhogy most kerekészem. De egy nappal nem nézzel ki többnek 40-nél. Tényleg? Nem gondoltam volna, hogy ez a poén még működik. És látom, hogy mindig nevet, hogy Csaba aranyos. Általános iskolában hallottam utoljára, de igen, nem de egyébként... Mivel fogod meglepni magadat? Egyébként pont nem, mert most pont koncertünk lesz 11-én. Na tessék. Úgyhogy elég sokáig oda leszek. Figyeld, ahogy átköti, és mindjárt elárulja azt is, hogy hol lesz a koncert. Viszont 17-én lesz, amit támadok, 17-én lesz egy koncertünk Szexárdon, és oda tervezem a hivatalos születésnapi bulimat, úgyhogy... Egybe kötöd akkor 11-től 17-ig. Gyertek, vendégeknek mindenre. Amerikában jártál nem olyan régen. Igen. Hozzá szakmai dolgok miatt, és nem azért, hogy meglep magadat egy úttal. Igen. Mesélj erről egy kicsit. Bár egyébként meg is leptem magam, mert mindig meglepő, hogy ez milyen messze van. És messze? Amerika? Hát azért. Oda is, rásul odafele lekéstem a Münchenbe az átszálló gépet. Így valójában messze lehet. Így aztán eléggé kétnaposra sikerült. Hát dalszerzési célzattal mentem ki első körben Desmond Childhoz, aki egy félig meddig magyar származású zeneszerző. Beszél is magyarul, vagy már nem? Hát nagyon... Hello, hi! Hello, igen. És a hello-ba megvolt. Igen, pont a lényeget. Látom, barátkoztok. A lényeget megtett. Ezt kérlek szépen a Rainbow nevű kocsmában van, ahol a November Rain című videoklipnek egy részlete is forog. Azért van rajta Guns N' Roses. Jó, de nem itt volt az esküvő. Nem, itt mutatja be Axel a barátnőjét a barátainak, és ugyanott ülök, mint a Axel Rose ült a videoklipbe, úgyhogy ez nekem egy nagyon kultikus dolog volt. Azt terveztem, hogy legyen az asztalt, vagy nem tudom, elviszem magammal, hogy valamit, ez egy brutális hely. Úgyhogy hát itt a pityergés kerületet nagyjából, hogy végre jutottam ide, amit gyerekkoromtól kezdve akartam. Egyébként furcsa, hogy az emberek milyen kicsi céljai is vannak, hogy eljuss egy kocsmába és így elsőrt valahol, de sokat kell elvárni, de oda is. Igen, ez a Ryan Gosling, kaliforniai államig. Nek egy kis remake. Ez amúgy, te így próbáltál ilyen részem. Átvetíteni dolgokat a saját életedben, hogy igen. Milyen lehetett Ryan Goslingnak, amikor ott állt ki. Hogy milyen lehetett neki az járni, nem? Hogy ő is a bal lábát a jobb után rakta, és így sétált valószínűleg. Nagyon hatalmas érzés tehát. Szóval igen, volt egy koncertem is, ez annak a egyik kis lenyomata, ahol hát egy gyanús mosolyjal hát nem is tudom, tehát hogy azt nézem, hogy ez most a parti előtt volt, vagy után, hogy mi az a videó. El tudod képzelni egyébként, hogy mondjuk Amerikában kezdj karrierbe? Az imént a Mokkában pont, ez is egy fontos kérdés volt, és ott is ezt mondtam, hogy a mai világban, hogy ennyire közel vagyunk egymáshoz az internet által, nincsenek már határok, nincsenek távolságok, minden karnyújtásnyira van. Ezért igazából nem a magam nevében mondom ezt, hanem az egész zenész társadalom nevében, hogy szerintem bárki megcsinált most már bármit. Nyilván igen, de most rá. Téged kérdeztünk a saját karrieredbe kapcsolatban. Nem, én is dalokat írni mentem ki, tehát alapvetően nem azért, hogy ne, de aki szerintem ebben bármiféle túl nagy elvárásokkal... Nem szabad túl gondolni, viszont ha összejön, akkor örülni kell neki. Elég naív, tehát itt örülni kell mindennek, minden egyes lehetőséget nyilván meg kell ragadni, és meg kell próbálni mindenhol a legjobbat teljesíteni, és magadból a legjobbat hozni. Ezt tudod tenni, ez a maximum. Most egyébként belegondolok a magyar énekesi palettába, hogy kik azok, akik kimentek, és ugye Kozsó, Irigy Hónajmiri, Radics Gigi, és úgy mindenki tulajdonképpen a magyar közösségnek tudott énekelni, mert egy óriási piac, ahol sokkal korábban elkezdik felépíteni az énekeseket, akik kinevik magukat, és persze, reálisan a legjobb, hogyha ott születsz, ugye, és gyerekezve ezzel foglalkozol, a szüleid is befelé tolnak, és egy egész menedzsment csapat több millió dollárt belé tolva azonban, hogy te valaki legyél. Ez egy nagyon vicces gyerek volt egyébként. Ez a Golden Globe-on készült? Az egyik testőr. Azt hiszem a Marlon Wayans, azért igen. Ők 80 vannak testvérek, és mindegyik színész, ha jól tudom. És ilyen, na ott beletolták családjogatot. Igazán vicces figura volt, nagyon sokat rögtem vele, úgyhogy azért csináltam ezt a képet, de nem akartam így nagyon ebbe a szelfizős irányba elmenni, most akkor mindenkit oda rohangálunk, hogy akkor lehetne egy képet csinálni, mert láttam rajtuk, hogy eléggé zavarja őket? Igen, meg egy olyan partin voltam, a Fox nevű partin, ahol
ahol többnyire ők azt gondolták rólam, hogy én valószínűleg vagyok valaki, mert hát minek lennék ott, és akkor minek rohangás oda hozzájuk szelfizni, hogyha... Tehát ott olyanok voltak, akik tudod, ő egyébként a Golden Globe-nak az igazgatója, a éppen aktuális döntőbizottságnak az elnöke. Szóval mivel azt hittem mindenki, hogy igen, te úgymond egy híres színész lesz, akit véletlenül nem láttak. Valami, ezért... vagy hogy valamelyik filmben dolgoztam, vagy minimum legalább... Vagy egy legjobb producer, igen. A legjobb a producer. Hogy kerültél egyébként a Golden Globe-ra? Náva Janikó barátomon keresztül, tavaly is úgy voltam, hogy ötre kaptam jegyet, és hát ő ilyenkor dolgozik. Ő egyébként benne van ebben a bizottságban, és akik szavaznak arról, hogy kikap Golden Globe-ot, úgyhogy ez neki egy... Sőt, ha jól tudom, nem sokára a TV2-n indul is egy műsorra. Nem tudom, hogy valamilyen Hollywood címet viseli. A Hollywood bizottságban sajnos, de Hello Hollywood, igen. Igen. Eszembe jutott. Igen, így indultam el, és nem így értem haza. Ez egy... ez az elindulós képet, vagy az a hazaérkezés? Azért mondom, hogy ez még az elindulás. Tehát, ez a James Bond casting, ami nem mentek. Itt még amikor az ember figyel rá, hogy mi van, és... Tehát nagy benőben szemüvegben indultál el este, egy napszemüvegben. A szemüveget otthon hagytam egyébként, mert pont így indultam, és elhagytam a kedvenc szemüvegemet, és nem is gondoltam, hogy a Golden Globe-on is van, aki ezt elviszi, vagy megfogja, vagy hozzáragad, vagy véletlenül. Tehát elvitték, hogy elhagytad a kettő között, azért van különbség. Igen, tehát hogy ezt nem, úgyhogy ebben az évben szemüveget nem vittem, de jó buli volt egyébként, úgyhogy ez most megint vissza a kocsmába. Hát ez egyébként Nashville-ben volt. Ilyen volt olyan nap, amikor nem ittál? Tehát azért azt nézem, hogy Golden Globe, kocsma előtt, igen, kocsma után. Hogy is volt, azt hiszem 15 napig voltam ott, azért ezek eléggé ki vannak ragadva, tehát nagyon sok munkát végeztem, ez Desmond Child-nál van, az ő falának egy részlete, mert akkor ez a fal... Itt jobb oldalt látjuk, Ricky Martin például. Hát meg John, Bon Jovi. De a Katy Perry-t is megfigyelted ott balra. Igen. Elég sok mindenkinek írt, úgyhogy pont emiatt elég spártai volt ez a kezdés. Tehát reggel 8-kor ébredés, 9-kor szigorú reggeli diétásan, utána konditerembe mentünk, utána stúdióba, utána ebéd, aztán megint stúdió, tehát ez egy ilyen nagyon tábor jellegű, ilyen hatékony munka volt itt éppen, egy megpróbálunk összerakni valami kis dallamot, hogy mi legyen a... Hát csak egyet mondja, milyen típusú lesz az új szám? Hát épp az, hogy még nem tudom, mert elkezdtük, mindig jó. Nem, mert elkezdtük megírni, de arra jöttünk rá, hogy valószínűleg nem biztos, hogy mindig kompatibilis az, ami Amerikában jól szól. Tehát, ha belegond... Nem biztos, hogy jó a magyar piac. Igen, tehát lehet egy kicsit át kell nem formálni. Biztos, ide pont jó, tehát nekik ez nagyon tetszik, ők nagyon szerették ezt, amit elkezdtünk csinálni, és akkor rájöttünk, hogy azért lehet, hogy egy picit át kell még alakítani, de... Kíváncsi, hogy várjuk a végére. Nagyon várom én is, mert szerintem nagyon jó lesz. Hát várunk téged vissza a születésnapodon. Köszönjük, hogy itt voltál. Február 11-én, illetve az új klip. Gyere, és felkezdettünk meg. Köszönjük szépen, hogy itt voltál.